Február 9-én pénteken a Gentleman Fight Clubban rendezi idei első box eseményét, a Profi Box Promotion, melynek mérlegelését csütörtökön az Aquincum Hotelben tartották. A pénteki programban 9 hivatásos meccs szerepel. Ringbe lép többek között Hubert László, Görbics Gábor és Kovács Tamás is. A mérlegre elsőként a veretlen Pap Zoltán és Petrovics János állt. A 4 menetesre tervezett nagy középsúlyú mérkőzése mindkét fél gond nélkül mért be, így minden akadály elhárult a csata elől. Kalderás Erika és Román Gabriella szintén 4 menetes mérkőzésre készül, pehelysúlyban. A debütáló Kardelás 57,8, míg ellenfele 58 kg-mal mért be. Edzegettem mostanában, de hát ez a téli influenza járvány sajnos elkapott, úgyhogy igyekeztem, remélem, hogy jól fog sikerülni. Görbics Gábor 1 hónapon belül már a második mérkőzését vívja. A korábbi amatőr válogatott Görbics ezúttal Torma Csaba ellen vív 4 menetre kiírt váltósúlyú csatát. Egy kicsit elment a súlyom, úgyhogy egy súlya följebb indultam, de úgy érzem, erősnek érzem magam, és várom a bunyót. A mérkőzés az mindenféleképpen számomra nehéz lesz, mert az edzés azt nem igazán tudtam véghez vinni, amit elterveztem, de mindenféleképp arra teszem magam, és a legjobbat fogom nyújtani. Kis váltósúly, kis 63,5 alatt, 63,5, azt tudom hozni azt a súlyt, és azt szeretnék minél kimagaslóbb eredményt elérni. Glück Norbert pályafutása 3. mérkőzésére készül Pászti István ellen. Glück a mérlegelésen kereken 60 kg-ot nyomott, míg Pászti a mérkőzés napján áll majd mérlegre. A felkészülésemet elrontottam, mert voltak személyes problémáim, amiket sikeresen átvészeltem. Most a meccstől egy új győzelmet szeretnék, és remélem sikerülni fog egy KO is. Kanalas Róbert december 29-e után ismét ringbe lép, az általa egyszer már legyőzött Major Benjamin ellen. A korábbi légsúlyú magyar bajnok könnyedén hozta a kategória felső súlyhatárát, míg Major a mérkőzés előtt mérlegel. Kint Szlovákiába boxoltunk ezért a címért, amit sajnos most decemberben elvesztettem, ennek lesz most a visszavágója. Ott sikerült befejezni a második menetbe, de az első menet az elég szoros volt az én megítélésem szerint. Hát a címeket mindenféleképpen vissza szeretném szerezni, úgyhogy a Gábortól egy visszavágót kérnék majd, hogyha lehet, és hát most már szeretném magam megmérettetni külföldön is. Cirkálósúlyban Dudás Zsolt, Nolá Csaba ellen igyekszik megőrizni veretlenségét. A pénteki mérkőzésre Dudás 81, míg Olá 82 kg-mal mért be. Győzelmet várok mindenféleképpen, felkészülésemet egy kicsit a betegségem azért megzavartam, mert beteg voltam még múlt héten, meg hát ugye a két ünnep között nem nagyon volt mozgás, csak változom, úszás, meg ilyesmi, de egyébként jó formában érzem magam, erősnek gondolom magam, és meg tudom oldani a helyzeteket, amik adódnak, úgyhogy valószínűleg fogok. Hubert László 2013 után ismét Palkó Attila ellen bizonyíthat. A hivatalos mérlegelésen dupla 90, míg Palkó 86 kg-mal mért. Egy jó mérkőzésre számítok, az első mérkőzésünk is egy jó szoros mérkőzés volt. Egy erős fiúval fogok bunyózni. Remélem tudom venni ezt az akadályt, és tudok tovább menni a terveimet, amit elterveztem. Most teljesen úgy érzem, hogy jó állapotban vagyok. Ugye mi már Lacival boxoltunk egyszer egy 8 metert, amivel pontozással kikaptam. Most remélem, hogy jobban fog menni ez a 4 menet. Nagyon örültem a lehetőségnek megint, hogy fogunk boxolni. Így hát éltem is vele rögtön. Ide leszek augusztusban 40 éves, addig meg szeretném nyomni, onnantól kezdve meg szeretném fejezni a bunyót, addig szeretném még egy 3-4 jó mérkőzést csinálni, és majd meglátjuk. Sulák András közel 10 évnyi szünet után tér vissza a profik közé. Sulák a pénteken debütáló Kőrösi Attila ellen boxol, egy 4 menetesre kiírt félnehéz súlyú meccsen. Szeptembertől elkezdtem normálisan edzeni, tavaly szeptembertől, úgyhogy naponta októbertől már naponta 2-ket edzettem. Úgy érzem, hogy minden rendben van, jó formában vagyok, majd ez majd holnap kiderül, de azt mondják az edzőim, meg a csapattársak, meg a sporttársak, hogy éles vagyok, gyors vagyok, aztán majd holnap kiderül, majd meglátjuk. Igazából most így nem is ellenfélre készültünk, hanem próbálom magamból kihozni a maximumot. Igazából én tudom, hogy mire vagyok képes, aztán ez majd holnap majd meglátjuk, hogy mennyire fog hatásos lenni, de ott leszek, meg éles leszek, úgyhogy reméljük, hogy minden rendben lesz. Kovács Tamás majd 2 évnyi szünet után ismét Magyarországon húz kesztyűt. A korábbi világbajnoki kihívó ezúttal ismét félnehéz súlyban meccsel a kubai származású Enriquez Torres Marin ellen.
Jól érzem magam, amint látod, most már nem cirkálsó a boxok, hanem fél nehézbe, úgyhogy egy-két liter vízte megszabadultunk. Jól érzem magam, jó munkát elvégeztük, és rendelembe. Egy hosszú ünnepe volt, most karácsony után a szilveszter, de fogom boxolni, harcolni végé, 6 menetet, és jól érzem magam egyébként az a mérkőzés, és sok szerencsek a Tomikit, és ilyen találkozom a ringbe. Előtte két mérkőzés, ami volt a cirkálóban, az volt a cél, amikor megjöttünk Amerikában, mondtam, meg kell erősödni, fel kell szedni, az sikerült is. Megerősödtem, és ami mondtam, Amerika mindenki úgy csinál, hogy 98 kiló, és úgy lefogyaszt, utána a mérkőzés napján lefogyasztam mérlegel, és a mérkőzés napján megint 88 vagy 86 kiló, úgy sokat erősebbek. Úgyhogy a felkészülés alatt mindenki 88-89 kiló, sokat erősebbek. Főleg nekem az a gyengém, szóval technikailag rendben vagyok, a gyenge pontom a erőség. Meg kell oldani a holnapi mérkőzést, ami nagyon fontos, de persze hosszú távon az a célunk, hogy visszatérünk Amerikába, erősebben, jobban felkészülve, nem mint egy amatőr, mint amikor voltunk, hogy csak néztük, hogy egyáltalán hova jutottunk, hát most már tudjuk, hogy milyen szint Amerika, és nagyon messze vagyunk tőlük. Ugye sokat kell dolgozni azért, hogy ki egyszerűen egyenlő partnerek legyünk. Az évelei első néhány hetet pihenésre szoktam kezdeni, legalábbis meccs szervezés szempontjából. Ugye hát szinte minden évben, utolsó pár napban csinálok egy kisebb-nagyobb gálát otthon. Most a pihenésnek nincs ideje, ugyanis nagyon sok meg nem rendezett mérkőzés gyűlemezett fel tavaly évben. Holnap is 9 mérkőzésünk lesz, remélhetőleg, bár egyenlen fél az nem jött el. Úgyhogy az, hogy milyen meccsek lesznek, azt sosem lehet előre megmondani, de van néhány nagyon érdekesnek tűnő párosítás, ami mindenképpen sok izgalmat ígér azoknak, akik ott megjelennek holnap. Mindenképpen azt mondom, hogy a 9 mérkőzésből legalább 2-3 kiki mérkőzés lesz, nem nagyon tudhatjuk, ki lesz előre győztes, de hát a többi párosításnál is azt mondom, hogy mindenki tegye meg a magáét, akár a gyengébbek is, hát ha bejön nekik az együttés, amivel eldönteni egy mérkőzést. Ugye hát a Hubert Palko visszavágó az első mérkőzés alapján izgalmas mérkőzés lesz megint. Első mérkőzésen a dupla nyert pontozás a 8 menetben. Kovács Tominak mindenképpen kellett szervezni egy félnehézsúlyú mérkőzést, ugyanis hamarosan Laszfaragban fog szorítóba lépni, ismét félnehézsúlyban, és hát a legutolsó mérkőzés az egy cirkálsúlyú címmérkőzés volt, de ahhoz, hogy ezt a félnehézsúlyú meccset megrendezzük, ott kellett mindenképpen rangsorolni. Mert nem lesz könnyű dolga, úgy gondolom holnap, hiszen Torres Marin az egy igazi kemény harcos, ugye kubai születésű, akinek vérében van a csata, ő meccsüket is nagyon izgalmasnak várom.